Ferenc Jenő 1947-től rendszeresen fellépett a telepi amatőr színtársulat előadásaiban. Egy ideig a Szabadkai Népszínházban játszott, majd az Újvidéki Rádió színésze volt nyugdíjaztatásáig. Ő volt a Magyar Szó napilap Magyar Szó Pistikéje is. Éveken át vezette a Nemecsek gyermekszínjátszó csoportot. A gyermekszínészeknek köszönhetően sokan Jenci bácsiként ismerték. Jenő barátunk már nincs velünk. De itt marad emléke, itt marad az a sok kedves, szeretettel átítatott és akaratlanul is, akármilyen rossz hangulatban volt az ember, lehetetlen volt a mosoly varázsló közelében nem felvidámodni. Itt marad ez az érzés, amely békességet, amely örömet és reménységet varázsolt életünkbe sokszor. A Vidám műsor és a Vajdaság szerte megtartott számtalan nyilvános felvétel komikusaként az egyik legnépszerűbb színészünké vált. Az Újvidéki Színházban számos kiváló szerepben nyújtott emlékezetes alakítást. Több alkalommal ki is tüntették, 2006-ban Magyar Életfa díjban részesült. Temetésén számos vajdasági magyar értelmiségi és művészember jelent meg. Munkásságát senki sem méltatta. Lettél te kéményseprő, és lettél te színművész, babéros színművész, akinek minden elismerést adtak, de amikor megöregedett, amikor beteg lett, úgy egyedül maradt. Mert hát most nyári dény van, és beállt az uborka szezon, és senki sem megy színházba. Ferenc Jenő emlékére vasárnap este 6:30 a híradónk előtt megismételjük a néhány évvel ezelőtt vele készített interjút.